Na csácsomi csőtészt a csokoládé és traktorkerék, szavaztok! Itt van velem Bundi, és itt van velem Droid. Nem tudom, hogy kell mondani a nevet te mindig. Droid? Simán csak Droid. Ja, Droid. Mondjad azt. Oké. Okay. Szavaztok, Bundi vagyok, pocsi mindenkinek. Hello-tok, itt vagyok, Droid. Na, akkor az a szituáció, hogy MTZ-vel és IFA-val, mint a címből kiderült, fogjuk csoportni. Ki megy IFA-ba, ki megy MTZ-be? Én csapatom az MTZ-t. Én is. Mennyi IFA-ba akkor, Droid? Jól intéztük. Megbeszéltük. Aztán nekem tök mindegy végül is. Menjen ő IFA-ba, azzal könnyebb szerintem azért. Itt vagy? Várjál, nem tudom. MTZ-ben vagyok, vagy akkor várjál, hogyan is kell áttűnni már, igen volt. F1-et kell megnyomni, azt ott a lista. Megvan? Kell valamit? Dobjakra? Egy plató az nem ártana, meg egy pótot is, pautot. Lehet bele traktoros rakni a izébe, hallod? A MTZ-be Bundi. Vágom. Milyen rökkösset dobja, gondolom? Másikban meg alapban van különben. Hát valami jó fajtát, ja. Hát legjobb, amit tudok, ilyen rövid rönkös. És felszerelkezünk addig. Hát ez az, ami van csak. Uha. Nem, az a baj, nem látjuk mi még. Mert ugye benne van a... Ilyenkor egymáson vannak a gépek. Ja. Na jó van, figyelj, még izé is valami. Ilyen KCR vagy mi az. De rohadt hangos, bassza meg. Azt vedd le, ja. Izére vedd le beállításokat, hogy szinte épp hogy egy kevés várja, legyen. Várjál, mert nem merek eszket nyomni, mert előbb is úgy léptem ki. Hát nyugodtan nyomhatsz. De előbb is úgy dobott ki. Igen, pedig csak egy eszkel, csak a izé van, menü jön elő. Úgy. Meg vagy, Bundi? Állítsa meg felvebb pozícióba. Jaj, én odébb van szorgok akkor, hogy ne legyek útba. Az ilyentől falaknak menni hallod. Én viszem a homlokrakodót is, valamire jó lesz. Belső nézet, fasza? De jó. Ja, az jó az... Inkább követlek titeket. Az jó az a pót, amit választottál. Vagy ezért plató pótkocsit nem lehet rá dobni? Vagy nem is, inkább ne is legyen. Droid egyébként körülbelül 3 órá van neki a játékba, úgyhogy inkább jobb, ha nem. Na Bundi, megy előre. Közkerék difficult. Kaphatod neki a gyorsítót is, bírja. Ja. A izével tudod rakni neki a Q-val és az E-vel a droida az összkereket és a difizárat. Benyomja mind a kettőt? Hát hogyha van, akkor nyom be. Aha, jöjj, de új izével jött, hallod, droid? Utcai gumikka. Ne ugrasson vissza azt a cseréjelet erre, aztán nem, hát, ahogy érzi. Lehet, hogy el tud menni, akkor majd elrángatjuk. Meglássuk. De ez a gyorsító az MTZ-n nem egy nagy eresztés. Be kéne menni tankolni, nem Bundi? Azon vagyok, csak kövessetek, ne aggódjál. Hizd ide. Droid meg mindjárt előz vaza. Én szépen haladok. Addig jó. Ja, egyébként a Bundi nézetét, meg Droid nézetét is meg lehet nézni. Náluk, lent a link a leírásba. Meg... Hát az Isten is úgy akarja, akkor majd... Igen. Meg az én linkem ott van a... Hogyha technika ördöge bele nem köp a levesbe. Ja. More. Ez a IFA elég jó csapja neki. Az jó fajta, azt mondja Bundi, próbálta. Jó az IFA.
próbálgattam. Eddig nem küzdködött, igaz, még nem volt olyan kihívás. Mindjárt itt lesz. Ezek az MTZ-k is egész kellemesek. Szeretem, amikor jól vannak találva a modok, nem is túl erősek, meg nem is túl gyengék. Meg vagytok? Aha, itt vagyunk. Királyság. Majd ide belász, akkor megtankolódsz. Hát, nem sok minden fogyott. 4 liter fogyott ke. Tudod mi a kemény, hallod, az MTZ-nek a üzemanyag része meg van csinálva 400 literesre. Az kemény. Az a durva, az a batárifán meg csak 100 liter van, azt hiszem, ha jól emlékszem. Igen, 100 literes. Az MTZ-ben az mondjuk... Nem realisztikus mondjuk. Mennyi nem az igazán. MTZ? 100 liter körül van talán? Vagy 80? Mennyi az? Valóságban. Bundi, neked tudnod kell azzal, lehet, hogy ott áll az udvarba egy most, nem? Majdnem beléd mentem. Szomszéd udvarba áll egy turbósodra. Nagy kamion. Mekkora? Basszolok. 100 körül lehet, nem? Maximum. Na már írják szerintem, figyelj, akik ott figyelgetnek most a videó. Nézi a csávó, már írja, már látom, már gépel. Aki tudja. Király. Bazzet, ott szoktál be menni? Igen. Hogy aztán nem pörgölődsz, aha. Nem egy utolsó dolog. Csak nekem ezt a homlokrakodót lehet nem költ volna föraknom, mert akkor a fordulóköröm van tőle. Régen ennek a irányítása nem úgy volt, hogy megnyomtad a oldalra és úgy maradt a kerék? Most is úgy van. Igen? Nekem megáll. Te, bejöttél ide a rönkök közé, te Jézus Mari. Nem mondod, hogy erre nem enged fát rakni, hallom. Nem a. Akkor jó megszivatta a kíből. Nem van, nem ér... Beszereléshez szükséges plató. Ne. Ja, mert erre... Kérdem, mi ez, hogyha nem... Mit lehet azon vinni, babot, bazd meg? Malkos lecsord vagy, mi ez? Ha lehet tuskókot. Az igen jó, te. Na, hát ez király, nagyon hallod. Térj akkor egyet, nem? Hát én mondtam, azt hozd. More. Te másik MTZ-t, de ezt vittem, aztán jó volt, hallod. Komolyan? A nagy kabin... vagy a nagy kabinoson? Aha. A köcsög. Na mindegy, jók legyetek. Te, nekem is azt írja, felszereléshez szükség... De várj, át kellett volna váltanod a izét. Mert nekem is azt írja, csak át kell váltani másik izére. Váltogattam én össze-vissza. Igen, nekem is azt írta, de most már jó, hogy felpakolás. De mindegy, már úton vagyok a másikkal. Mert a izé, mert a platóra izét pakol be azért, tudod mint? Kuglifát. Szanaszét. Ja. Vagy ilyen méterfasz erőt, még akkora sincs. Jó, van, megvárunk. Ott teszek pikpakká elvileg. Nekem is azt írta a platót, csak váltottam, akkor engedte utána. Na, azért meg... mit ho... deszkát hozó? Ja. Az ifa meg izét hoz, hiszen deszka vagy drög vagy mi az, gerenda. Gerenda. Ha minden igaz. Igen, az gerenda. Na, de így most, ha megvan rakva, így már megérzi azért. Viheti az alcsoknak a tető gerenda. Ja. Megvárunk, aztán te, menjél te, amelyre gondolod. Bundi. Itt a balra, okay. Balra irányt akarod? Á, megvárunk. Itt vagyok ma tankolni elvileg. Tolom neki, mint a süket a csengőnek. Fasza. Tehát vissza kettő hát, ablak nekem törni. Idáig 6 liter fogyasztott te. Nekem már majd 11-et.
A fasz 21-et. Nem tézi... Kicsi a üzemanyag tartalja, de viszont keveset is eszik. Ja. Megtéve 741 méter. 713. 1073. De már két kört mentél azért. Nem szállok ki a kabinba, az a nagy a sár. Itt benn szívok egy cigit. Különben. Kiálltunk már, aztán izé, itt vagyunk, várunk. Tankó, jó van. Kinyitom az ajtót, ezt rágyújtok. Ja, az nem az, az a izébe az. Ha, az nem éppen ajtó. Lecsaptam ott a izét, majdnem oda mehettem az ifának. Várjál. Oda, vágja az ifát. Figyelj, kapaszkodj. Jóvás, kacok. Nem tud tőled kinyílni. Mindjárt kapom a sérülést. Ja. Lenyitottam az oldalát is. Mi az a parkap? Ű, az anyád. Jobb ajtó, bal ajtó. Nem rossz ez a izé. Cucc. Droid egyébként most leginkább Dying Light-tal tolja, ugye? Most öligére elkattantam. Ezt ismered, Bundi, Dying Light-ot? Kapottam mind a alatt. Jóféle. Hát jó, régóta megvan, csak nem vittem végig, aztán mondom, akkor most végignyomom így. Múltkor szittem mind az állat magamban, már jó régebben. Hát mondom, tiszta olyan, mint a... Mi a fasz az a... Dead Island. Azt rájöttem, hogy ugyanaz a csapat csinálta. Igen, amúgy. Én is, ahogy mondom, de hülye vagyok. Csak ilyen valójában ilyen folytatások majdnem. Aha. Csak más a történet szál. Elvileg a Dead Island 2-nek is kéne jönni, már mióta megy a mindenféle... Egyes az megvan nekem. Ja, az egy az megvan nekem is, meg a Riptide volt az a kiegészítője, vagy mi... De Én a Mad Max-en gondolkozok most nagyon. Hú, hallod, ez a 900 forint. G2-án. Tudom. Nagyon amúgy jó. Már mióta megjelent, azóta veszem. Nagyon jó, egyébként nagyon szeretem. Nem mondom, mióta megjelent, azóta már meg akarom venni. Érdemes. Kegyetlen jó game. Amúgy kétszer, igen, tetszik. Kétszer végzőztem én, és meg most is fönn van. Nagyon jó. Az ilyen filmekből szokott játékok lenni, az mind ilyen jó ratyi szokott, de ezzel nem kis pályáztak, ezt megcsinálták, ahogy kell. Jöttök, skacok. Persze. A Witcher? Azt játszottátok? Witcher melyiket? Egyes. Hát az jó régi a Witcher 1. De szerintem az is ott van. Nem a Witcher 3-ra gondolsz? 3-os nem játszottam, se a 2-est. Mondjuk megvan a 2-es, meg 1-es. Originálok. Figyelj, kicsit segítek rajtad, hallod? Meg kéne bökni? Ez ifa az nagyon megy, mi? Nekem még nincs terepkon. Jelenleg. Bazze, rángatja ez az MTZ a pótkocsit azért. Jó, meg van csinálva az MTZ. Figyelj, most én fogok benragadni. Megvárlak aztán, ha nem, vagy benragadsz valahol ki. Fölnyomja magát. Kihúzlak. Jó, azért a tapasztalat megvan, ha verre a sok prodoztunk szarautókkal. Meg Bundi Droid az... Ő szlovákiai magyar. Ja. Ugye? Aha. Igen. Egy Dunaszerdály Győrtől 50 km. Jöttük? Hogyne! Na, megyünk. Csak... Izérünk, tökörészünk. Bevallok benneteket.
Még a izét, a vonórudnak a magasságát is lehet állítani ezen a MTZ-n. Már most egy nyitott ajtókkal nyomod? Én persze. Izé, cigizek. Nagyon melegem van. Hú, de rúg a ifa. Ifa megy a hegyen, mi? Vigyázz, a izére kell figyelni ebbe a játékba egy dologra. Vigyázzatok arra nagy gödörre. Főne boruljon, annyi a lényeg. Azért nem nyomom neki annyira. Belepiszkáltam a platótba. Amúgy tényleg képen múltkor azt mondja, épp azon filóztunk, hogy hány éves vagy. Én? 17. A titok basszus, nem szabad megmondani. 19 leszek. 19 leszel, és szűz. Jó beszélsz. Sejtesz valami. Sejtesz valami. Most ezt megkérdezted, most mindenki ezt fogja kérdezni videó alatt. Malatom. Ja. Jaj. Faterom szokta mesélni mindig, hogy ő sose volt olyan 20 éves. Mert mindig hazudott, aztán amikor fiatalabb volt, akkor mindig többnek mondta magát. Amikor idősebb lett, akkor mindig fiatalabbnak mondta magát. Azt ilyen bulikba, meg ilyen csajoknak. Aztán rá kell... Az úgy korrekt. Rá kellett jönnie, hogy... Kimaradt az a korszak emiatt. Na, mert nagyon mennek. Vigyázz, ott egy fa. Amúgy itt nagyon mély a sár, nem Bundi? Itt szokott... Aha. Ja. Meg ez az egy domb, ami ütős itt, nem Bundi? Ami most jön majd. Biz után. Elég érdekes helyen. Miért itt könnyen megy az ifa, baze. Még izét... Kerekekkel is. Mondom, megnyomlak, nos elhúz előlem. Ja, ott mély a sárod, vigyázz, ott azért szopatós. Ott csörlő nélkül fölmegy, Bundi? Nem tudom, majd mindjárt kiderül. Hát, kajakuk meg. Beindult. Elután kipróbáljuk a flood mapot. De csak mondom, hallod? Ez egy gyorsítóval jöttem végig. Érdekes, hogy itt nem lapul be itt. Ezt nem módosítottak ezen a dombon. Régen itt tudod, mi volt itt merő sár. Van azért. Ajaj. Segítek. Beakadtam. Az igen. Kösz. Te az ifa az valami... Ifával szólóba jön. Ez nagyon nyomja. Szólóba jön. Szólóba. Akkor következő részre meg bevallom botta. Várjál, beakadtam. A másik... Segítsek, hátulról. Várj, nem úgy, a kicsit hátra kéne vennem. Úgy. Beakadt ez a vacak. Azt még hagyjál, hogy szólóba, de még aszfalt gumival. Ja. Megvagytok? Persze. Jövünk. Írd király. Csak izé, a homlokrakodó az kellett nekem, az beleakadt mindenbe, ha gőha nem. De így jobban néz ki. Nekem most ez a ifa azt csinálja, hogy megáll, elindul, megáll, elindul. Lehet, hogy váltogat az automata. Na. Jövünk. A Bondit nem is látom, elhúzott előlük. Itt van-e? Itt várlak be. Ja, itt van-e. Tipróba izét. Fakad ki. Nyitott ajtó, rányitom az ajtót a falra. Meg hozzám meg bepiszkáltad a kabinba azt a pipeszt. Jaj, bore! Menj el, fönnök adtok egymáson, basz. Nem lehet, mert izé, etülik az húz, tök csak jó. Csak mondani köllött.
Ajaj. More. Lebillentjük a fát. Befutottam a kövekre. Ma de, az az ifa az tényleg jó, hallod, egész végig itt volt a... izé... mögöttünk. Várja, megint belevettem itt a... Jaj, várja! Hátrafele akarok. Sok a... jó, már forgózsáma is. Sok a kűj. Ó, na, halleluja. Mi a nagy helyzet? Meggyűjtünk. Király. Cél. Ó, oké. Vagy a, csináljuk meg a izé, a domb mapot. Az még annyira nem nehéz. De az a baj, azt meg már 86-szor látták, mindig azt toljuk, nem? A másik kagyarra ne szállítsuk be. Á, ez nem, szerintem ez könnyű, ez a pálya. Hát akkor hát csináljuk, amit elég akarsz. Elég gyorsan meg lett ki. Menjünk a Fludon! Inflába meg MTZ-be? Aha! Á, de befizetek, öcsém. Nekem jó. Legalább van hívás. Addig iszok egy gorty energitolt. Flood. Vagy a domb. Lehet, hogy elég lenne a domb is. Nekem mindegy. Erős a izébe az a... Amelyiket jobbnak látod. Én szerintem elő fogok fölborulni, mint fennakadni. Hát a borulás a baj mindig. Na, de végre már kivittem első mapomot. Hát még nem vittük ki. Jó, de már mint egy első mapon leszállítottam is valamit. Jó, jó. Domb, jó ez. Fasza. Ugyanez a felállás? Ha, jó ez nekem. Én megyek MTZ-be, szeretjük. Meg az a jó szopatós lesz. Na, pont a ifába vagyok. Oké. Okay. Engem is az ifába rakok. Miért nem akarja felrakni? Jó, nem értem ezt a dolgot. Raktam fel javító pontokat is. Oké. Okay. Hóllánc kerék vagy terepkerék? Alul vannak a kerekek. De azt kérdem, hogy hóláncos vagy terep? Hát a terep az jobb. Ú, de jó, ízét is rakta, látom most. Pautot. Te most ennek miért nem elér? Van 200 javítópont, ha esetleg kéne. Állítsa megfelelő pozícióba, te ettől öcsém dürolmat tudok kapni. Te, de miért nem izé? Meg miért nem engedi nekem fölrakni? Azt írja nem elérhető, pedig rajt van ez a szar hátul. Hm? Nem mindegy, melyiket rakod, alulról a harmadikat tegyed. Ja. Hú, hogy rohadjon meg. Ja, tényleg. Is. Az anyja pics. Na, oké, pótoljon a izé is, droid is, jó van. Á, már hardban nyomom. Ezen a pályán izgi lesz. Ez, remélem az első dombon fölvegyünk. Menjek előre? Hát, amíg üres, addig nincs. Bazeg. Azt hittem, art megy rajtad. Mész elő, vagy menjek? Megyek, jó? Oké. Okay. Csak odébb én nem tudok elvenni, bassza. Mindjárt. Jó vagy. Itt vagyok, mögötte, de. Bele vagyok akarva a pótkocsitba. Beleakadta a kocsitba, várjál. Érdekes az a felállás néha multiba, hogy miket művel. Valami rudát. Balról jó. Jobbról nem jön semmi, jó van. Tudd, de kinek is semmi. Ez miért... Index volt. Miért félkörözbe megy ez a traktorba, de? Ez egy kicsit nehezebb lesz, mint a port szerintem. A pattog utánad a kocsi. Jöjj, te fiú. Ezzel lesz baj? De
lesznek itt bajok. Hát így azért duplávó. Nehéz lesz nekem is. Nekem is jaj. Vigyázz, ott nehogy leszánkózzál. Balra. Ott könnyen le. Rutintól a játékos ott legaggol. Legaggoltál? Áó, bazd meg. Le, mi? Még talán... Várjál. Hát szerintem azt... Visszahozom. Ugrass vissza, nem? Mert az várjál, nem fog... Várjál, forgok lefele. Rutintól a játékos ott leupadtad. Szerintem total kar. Total. Gyorsan leértél. Jó. 300 sérül is a 400-ból. Visszaugratod garázsba, azt úgy tudod, hogy F1-et megnyomod, aztán rákattintasz a garázsra, visszaugrik. Ja, aztán gyere le az úton, megvárunk itt a izébe, folyóparton. Lehet, hogy beleszünk a folyóba mind a ketten. Tényleg itt átmenni a folyón is. Nem megyünk a víz alá a buborékbe. Jaj, már tudom, mi volt a baj. Szerintem az, hogy leugrottál a domboldalon. Nem. Más nem. Kifi meg összkerék se volt. Ja. Azt nem tudtam megfogni a kocsit, tudod? Egy-kétszer én is legom... Jó hely, nem? Hallod? A lejtőnek lefele nem gurul az MTZ, amíg tudja húzni a kocsit. Tudom, az jó. Az kincsi, nem? Izai, kerékig esüljed, vagy tengelyig. Na, jó. Nyugi, ne fordulj ki. Na, még meg... Kinyomja. Megvan a második legangolás. Ezt a videót az a érdemes baj, lesz meg... a pót! Nyomja le a valagát nekem a ifának a pót. Ezt érdemes lesz megnézni ezt a videót. Megpróbálom. Jó, helyre hoztam. Oké, megvan. Majdnem lerántott megint a pót. Előbb is az rántott le. Várjál, Bundi. Várjuk meg a izét. Versenyzőt. Várjuk csak. Mellét parkolok. Vagy nem. Áj, ezek a kövek. Mentetek csak simán lefele? Csak az úton gyere, aha. Nyugi, nem vagyunk messze. Szerintem lehet nem is érünk messze. Ez a folyó, ez elég furcsán gyorsodrású nekem itt. Na, látlak. Innyit. Ifa jön a hegyről. Ja, jön. Ez a pót engem nagyon izél. Bököd. Akasz le a francba. Ja. Ne tudom. De valahol 20 éle ne legyen útba. Mindegy, marad. Na. Érdekesebb. Nyomok egy rettenetest. Ajaj. Ajaj. Figyeld, kihúzza! Oda nézd, bazza, kihúzta. Kapott 3 sérülést, nyomjad neki, Bundi, mert sérülés pont van az alján, a folyónak. Csak 3-at, én már 5-én tartok. Kihúzza, jó volt ez te. Nem kellett volna ide bejönnöm, csak nyomtam neki, mint a süket. Befészott a fa között. Ja. Hoppá, pillanat. Itt is egy tuskó, jaj, more. Gyere, droid, begválva. Legyek, csak akartam neki rettenetes, csak nem jött vissza. Még behoztam a sülőjébe, bazd meg ezt. Ó, búvárkodok. Jaj, ne! Ne szórakozz! Elakadtál, rekülszted a fának. Neki bazd meg a pótot, tudod. Kurva jó. Várjál, mindjárt. Jó lett. Lecsörlöztem volna. Jó van, azt hiszem, hogy faszán átértünk legalább. Na, nyomok egy rettenetest ennek a domnak az alján, mert itt, ha fölmegy, igen jó lesz. Persze meg van hintve küljjel az alja. Te, már most elakadtam. Jövök. Hoppa! Jó van. Kicsit segítettem rajta. Kösz.
Szója, zsörlőzzek. Megálltam. Lehet droidnak kell... Kérne segítség! Az egyéb is bart, mint a gerej. Mindjárt mögötted érkezik a... Jó, azért csak föllöködjük egymást itt. Jó. Na? Jó, ez itt már megy, úgy látom. Azt hiszem én is megálltam. Megállta? Várjál? Nem, kijön. Kijön. Jó lesz, úgy látom, oké. Hallod, üresen nem bírunk fölvenni a dombokon. De úgy vaglak homlokon, átrepisz a dombokon. Á, itt meg ilyen gyökerek vannak, te. Szegény nyifa, hogy szenved. Jó van, csörlőzök egyet, mert nem, nem megy az enyém. Szerintem ez fail lesz. Az a legjobb. Jöttünk 500 métert, most már elég sok negyed üzemanyagom elfogyott. De pazérolsz azért. Lopod. Lopod az üzemanyagot. Vagy sokat füttesz, vagy nem tudom mit csinálsz. Bundi szerintem csörlőz, mert vagy megakasszalak én. Mennyi nyugodtan, utam vagyok. Voltam. Vaj, nem érek el addig? Ha pont nem, bár. Hagyjad csak, van fa addig, nincs gond. Bedobtam neki egyest, hát ha így felhúzza magát. Bezik után megvárunk. Csörlőzni tudsz? Tudom, hogyan vannak a izék. Nagyon nem jó. Nem azért mondom, Keeper, de mikor utoljára ezen a pályán együtt jártunk, annak se jött jó vége. Nem nagyon. Addig lehet, hogy nem jutunk-e. Jó lesz, az érdemes lesz visszanézni a különböző nézeteket. Mit szopnak a izék? Lehetne különben versenyt is csinálni. Meg kijelölni, merre kell mennünk. Aztán izélni, tudod? Valami nem fát szállítani, hanem csak ilyen, mint a... Valami jó rally autókkal, vagy valamivel. Jó. Ebből csörlőzés. Új fiú van az erdőn, hallod, Bundi? Zifával. Na, kinyitom az ablakot addig. 239 liter tankoltam. Ez jó. Érdekes lenne egy MTZ-be, de jó. Kabinból is folyna. Lehet billentedésával póttam, more. Igen? A bumper? Azzal? Kajakra. Király. Zsírkirály meg van csinálva, nem? Aha. Tök jó. Hát így megyek, bazel, more. Hát elmondom neked, fahordáskor erdőről szoktunk így. Hogyha meredek, meg szar, meg gödrös, meg mit tudom én, ellenkező oldalra meg szoktuk billenteni a platót, kiszintezni. Várjál, hogyan, melyik gomba is húzom magamot fölfele? F-fel. F-fel. Tudja, hogyha nem sikerül, akkor lefogom a kocsit, az visszaugratok érted. Aztán vagy ki tudjuk bányászni, vagy nem. Már kíváncsi vagyok, mit csinál a fiú. Na, azt hiszem már megy, följött. Olyan? Jó. Már pont lerakasztottam, mondom, megnézem. Csapkodod az ajtót, te meg bundi.
Kidobom, szórakozok. Tudod, ahol a gyerek, ha játszik. Ja. Főleg, ha hagyják meg van mibe. Te, az a gyerek nem gyűnő. Megyek, csak még csörlőzök. Nem igen bírja ez a ifa. Vaj, bundi maradj ott. Szerintem le fogom akasztani a pótot. Én mondtam. Ó, most leverted a metal fit a trapecomról. Izé, ecset metal. Ha jön ez! Jön az, jön. Viszem a száblát. Na, jön a izé. Kettével lerakom. Gyere, gyere! Aj! Gyere! Ifa megy a hegyen. Csak ledobom a pótot, várjál. Azt hiszem ez. Fölöttöd? Tankolj meg! Aztán gyere majd. Á, ilyen izéné megáll póttal. Esélytelen, hogy... végig vigye. Nekem én is leokoztam a pótot mindjárt. Megtankoltál, fasza? Meg. Jó van. Na, itt is lesznek cumik. Mindjárt, bedőlt fák minden. Meg ezek a jó kis kavicsok vagy mik. Mondjuk azt írták egyik videó alá, hogy ezek a feketék azok nem kövek, hanem földhantok. Mert azok széttörnek. Mondom, kösz. Hát kövek is széttörnek. Ja, végül is. Jó ez, fasza. Lendület maradjon meg, akkor nincs gond. Most kinéztem magamnak egy mikrofont. USB-set. Elég jó áron van. De ennek most jó, tök jó hangja van a mikrofonodnak. De izébe, játékba csak... Csak ezen már nem tudok boostolni. Ja, a játékban meg nem egy csomószor menni. Olyan halk, mint az Atom. Igen, nem tudom menni följebb rakni, az a baj. Mert a Windows nem engedi. Jó tele barbóták fel ezt a pályát. Ja. Ebben a játékban még az kéne különben, hogy ki tudja szállni, vagy valamit. Az tetszene. Néztem ám azt az új izét. Igen? Mondjad. Azt az új Spin Tires bundi. Igen? Hát az semmi ám, hallod, azt tudod mi, eladják újra a Spin Tires-t. Ami lesz benne újdonság, egy darab pálya, amin tudsz járkálni ide-oda, de semmi extra, ilyen próbapálya. Meg még ráadásul beraknak néhány járművet, ami nem is tudom, hogy mik lesznek benne. Aztán benne lesz az IFA, meg benne lesz egy-két jármű, de szerintem max 5, és akkor így akarják eladni újra. Ja, azt a vakerdumát meg eleresztették, végül is nem tudom, hogy mi lesz belőle igaz a neme. Hogy olyannak, akinek megvan az első. Annak féláron lesz. Annak féláron lesz az új. Igen, az úgy lesz. De gyakorlatilag nagyon újdonság nem nagyon van benne, ahogy néztem. Valami grafikailag biztos csinálnak. Hát én néztem a grafikus engine-t, mármint hogy a videók vannak róla, ez pont ugyanaz a grafika. Igen. De nyakam Tuskóra hallod, hogy ez a... Én nyomjam bundit, te megnyomod képer? Nem kell, csörlőzök. A rakódásnál... Ez ugyanolyan szar lesz, biztos. Tudja, hogy benne lesz a szar ugyanúgy. Ja. Azt tényleg beraknak három járművet, ami pont nem hiányzik, mert olyan járművet rakok be, amilyet akarok, nem? Hát ez kit érdekel, milyen jármű van benne. És lesz benne egy IFA Yui, de nagy szám, meg egy, azt hiszem egy valami kamaz, másik kamaz. Jó, te fiú.
Ha, nem jó. Mi nem jó? Meg akartam nyomni, de a forgózsalma elfordult. Ja. Megint jön az éjszaka. Amire odaérünk. Elég szomorú. Éjszakai harcászat lesz. Lehetne ilyen hülyeségeket is csinálni, hogy egy ilyen platóra fölrakni egy-egy UAS-t, azt lesz állítani. Van targonca játékban, azzal föl lehetne pattintani. Te ki a villantott targoncát? Nem tudom, szerzünk egy targoncát. Hát pont most rakom rá targoncára ezért. A papír. Igen. Lesz. Na. Mába voltam ilyen előadáson. Aztán pénteken megyek a vizsgára. Ja. Nem bánod meg. Bundi targoncás. Hát cég fizeti annyi ilyen íratlan szabály van, hogy egy évig nem mondja föl. Ja, aha. De minden papírt minden nálam hagynak. Ja, hát az jó, persze. Ez király. Na. Megvárlak benneteket. Nyomlak, Bundi. Én szemettem, mert úgy megindult, hogy ja. De gyanúsan megugrott. Amúgy korrekt hangja is van ennek az MTZ-nek, ketyeg meg minden faszán. Működik. Ja, reméltem, hogy az az új Sprint Tires az nem valami ízé lesz. Egyébként azért adják ki annak örömére, hogy 1 millió példány elkelt. Ez gyakorlatilag egy ilyen kis föltuningolt Sprint Tires, de semmi. De nagyon light össze tuningoltak. Ja. De miért nem csináltak akkor ma azt, hogy egy DLC-t adnak hozzá? Ja, semmi. Ja, így el tudják adni újra, tudod. Mert igazából most aki nagy fanatikus, az úgyis megveszi, gyakorlatilag nem kap semmit, de legalább meg lesz neki. Igen. Meg lehet, hogy bemondanak pár új játékost, azt jó van. Aztán dolgoztak rajta annyit, hogy beraktak egy pályát, meg 5 új autót. Hát mind arról szól, hogy több legyen a pénz. Persze. Hát igen. Sajnos. Meg ugyanazt adjuk-e még egyszer? Kíváncsi leszek rá. Hát biztos addig nem, semmiképp nem veszem meg. Meg én Steam-en sose veszek játékot. Maximum ilyen G2 áll meg ilyeneken. Érdemes azért figyelni a Steam-et is, mert van amikor jobb áron van. Ja, leárazások amikor vannak? Ja, akkor azért lehet találni. Most például azért néztem ezt a Dead Island-et. Azt 6 euróba volt csak. A 70%-kal le van értékelve. Igen. Aha. Az meg jó, megint lehet kóba meg multiba játszani frankó. Hát én még azt hiszem 30-40-ért vettem. Uh-huh. Pont most volt kint főoldalon 7 euróért. Nekem meg még pluszban még megvettem a egyik DLC-t is. Uh-huh. Ez meg valami, nem tudom milyen edition szerintem, lehet, hogy még ráadásul benn van a DLC is. 6 euró az meg mennyi az? 2000 forint se? Mennyi az? 1008. Ja. Én nem voltam sose híve különben annak, megmondom őszintén, hogy játékot veszek. Az utóbbi időben kezdtem, én mindig torrenteztem. De hát most ennyi pénzt, hogy ilyen 1000-2000 forintokért egy játékot, hát azt utána akkor normálisan játszasz, meg multizom, meg mindig nem kell vele szopni, hogy ez a crack rossz romlik el, az a crack romlik el, meg ez nem jó rajta, az nem jó, azért annyit megér. Én is abból lett nekem is öregem, amúgy régen én is torrenteztem mindig. Mikor a 2-2,5 éve kezdtem el az, hogy veszem a játékokat. Kb. 60 játéknál tartok. Ja, az igen. Múltkor néztem a Steam-edet pont. Hát, de a Dark Soul 3-ot ismeritek? Júj, ismerünk. Én ismerem. Megvan az is. 2 hetire megvettem, hogy kijött. Az bazán szopató játék, nem? 10 órám. De az a 10 óra úgy, hogy egy hónap alatt. Aha, az jó. De fél óránként úgy fölkúrta agyamot, hogy kiléptem. Ja, az egy ilyen izé, egy ilyen... Mi ez a fakuglis rakott? Hol?
Hát a kocsidon. Az előbb is ilyen volt nekem. Neked nem. Tudom én, nem nézegettem. Várjál, most melyiknél kell fölvíteni, mindegy? Az nem az, itt kell. Az más. Ja. Úgy de utálom az éjszakát, hogy nem lehet bepörgetni. Az megint egy hülyeség ebbe. Én meg ezt a köcsökséget utálom, hogy állíts normálisan meg ezt a szartot, ettől fú de rühellem. Ezek még nem dolgoztak erdőn, bazdmeg, hogy milyen szituációkban fel lehet rakni a fart, nem? Meglepődnének rajta. Megvagy? Még nincs. Nem jön össze. Hátrébb menjek. Haladjál csak. Szám, próbálja egyenesbe húzni. Az a baj, ez ilyen tök nagy hiba a játékban, hogy ezzel lehet szopni. Valamikor az ember el van bele negyed órád. Állíts föl, le, jobbra, balra. Vagy legalább van egy olyan gomb, hogy megnyomod és egyenesbe rakja magát. Úgy, ja, az is jó lenne, ledobná, mint hogyha... Spawnolna. Igen, úgy, tök jó lenne. Ez meg izé, elastom, mit csinálok én meg? A pocskocs... Mondjuk szerintem azt nekik könnyebb is volna megcsinálni. Ja, persze, olyan, mint hogyha ledobnál a garázsba. Igen. Csak éppen itt dobnál le. De, ha bár lehet, hogy aztán azért ki tudnák használni, hogy ideugrassák magukat. Ja. Hát, de most én nem szeretek csalni játékba. Szóval mi értelme van akkor? Mondjuk lehet, hogy páran csalnak, hát akkor meg csaljanak, magukkal csesznek ki. Még mindig nem. Jobbra, balra, föl, le. Meg ráadásul sokszor még a gépnek is egy síkba kell lennie. Kovárni, akkor úgy tudnak kofaverni valakit, hogy ső hallott, hogy leszakadna a feje. Van egyik videóban a csáva, így sorban megy el embereket, most mindenki főpofoza. Gyerek, szülő, rendőr, minden jöhetett neki, mindegyik kapott. Na. Jobbra, balra. Le föl. Kb. Ilyen helyzetben meg lehetne csinálni azt a Spin Tire szerkesztősége is. Kérdem én, most így miért nem lehet fölpakolni? Nem tudom. Menjél már még nem egy... tudnak oda járni mellé, tudod? Menjél még egy kört, aztán izé. Hát, ha behúzod egyenesbe. Most ezt mutassa, hogy ássam-e egy hatlan mélyre kávé, vagy nem tudom. Hátrébb menj! Ráadásul még forgósámolyos is, tökéletes tolatás. Tök ígérő sárba. Jó. Azt hiszem, hogy csapok még egy kört, addig rakd meg az ifát. Az ifát könnyen megrakod, az nem, nincs vele gond. Tiripelnek a tücskök. Fotkocsi olyan, mint valami ízé, bazze. Ekét húznám már lassan. Húhog a bagoly is, fasza. Vigyázz, droid, fel ne döntsd. Itt vagyok egyáltalán, vagy itt vagytok? Ó. Itt vagyok. Az, komolyan mond, azt hittem, hogy ma nincs, egyedül vagyok. Nem, csak látod, hogy állok? Látom. Ilyenkor nem mindig arra szedd, amerre dől.
Inkább aztán úgy menjél, mert az úgy jobb. Meg mindig nem. Jó az. Bundi még mindig köröz a izép. Nincsenek munkások, nem rakják meg. Hát, mindjárt meg egy cigire. Öcsém, van Isten. Na, most már mehetünk. Ne cigaretta azzal, ifába is lehet. Már épp ideje volt. Már izé... Kezdtem sokat kapni. Éjfél van már, vaze. Na mehetünk, gyerekek. Várja, menj előre, ha kő segítség. Menjek előre, ha kő segítség? Vagy ki? Bundi? Hát... Nem majd, ha meg kéne nyomni. Jó, az megyek én előre, itt vagyok. Megyünk így. Így, hát mogyan? Vagy mi? Hogyan menjünk? Mindegy, semmi. Nem értem. Erre fölraktam volna a pótot, innen nem jövök ki. Megvárlak benneteket, gyerekik. Menjünk utána. Aha, meg ebbe a lámpa is olyan jó ebbe a játékba. Fölkapcsolod a lámpád, korom sötét lesz az egész játékba. Én nem kapcsoltam lámpát. Jobban jársz is. Így jobban, így is lát. Várjuk meg Bundit is. Menjetek, csak nyugodtan érkezek. Let's go! Szia Junior! Megjött a Junior. Mi a szituáció? Junior! Bundi, merre vagy, jössz? Jövök. Első próbálkozáson Spintyrus-ben, nem tudom, azt hiszem a vizes mapon volt. Az a legjobb map. A legnehezebb, hallod? Ha, összes kocsival, ami létezik volt játékban, mindenben ragadtam. Nem csoda. Mentem egyiket kihúzni, benragadt. Mentem azt kihúzni, az is benragadt. Kb. Az volt az összes játszás, aztán fölcsösződtem azt. Az olyan, az a szituáció, amikor kimész az erdőre három stilla, aztán beleszorítod mind a hármat a falba. Aztán lehet az embernek vakarni a fejét, hogy akkor most mi legyen. Júj te Bundi, hallod a tón, hogy kelünk át ezekkel? Üdvözöl a asszony, Keeper. Ki? Asszony. Asszony, ja. Üdvözlöm én is. Na, ma béke van? Ja. Ja, az jó. Megbeszéltük. Júj. Júj! Jó van. Majdnem. Ilyenkor leginkább, ha borul valamára, érdemes arra szedni. Gyors. Azt csináltam. Csak igen, itt ennél ez a probléma, hogy ez a magos a ifa. Mi magos? Há, hogy magosan van a súlypontja. Ja, magasan? Ja. Tessék? Tudtam az ifát. Igen? Észre se vettem. Van elég üzemanyagotok? Megdobbantott. Üzemanyag van bőven? 360-100 volt. Akkor fasza. Hol menjünk fel a kicsi szerpentinen? Azon nem kéne, nem? Arra mész, már rá akarsz szállod. Arra mész. Oké. MTZ. Jó kis vas. Az biztos is.
Erre szerintem még ember nem panaszkodott, hogy ott hagyta, vagy Barbie van vele. Ez az olyan armű. Meglepődni. Nem nagyon hallani, hogy... Eljön, már megint lerobbant az MTZ. Ez a mondat szerintem nem sűrűn hallatszik. Tőletek a egyről hallott, még három kertéked is haza jöttünk vele. Jó, mi is mentünk háromba. Be kell rakni az első kerék izéhez valamit. Megszorult az első kerék a hegyen szántáskor, aztán fölkötöttük az ekére, levettük, aztán jöttünk vele az a három kerék. Aha. Ki kell támasztani a izét, ezt a... mi az, azt az első... hidat, vagy mi a faszomat, azt úgy, nem? Úgy van. Két kilós kalapácsot bebaszod, de azt csak. Legalábbis mi úgy csináltuk. Menjél, kituljuk egymást. megyek. Ma azt sem tudom, hogy vagyok ebben a sötétben, sötét van. Nem jó fele jöttünk. Kipper, hova vezetsz minket? Nem tudom, bazze, lehet, hogy nem erre kellett volna jönni, vagy nem tudom, olyan... Sokáig megyünk, basszus. Jó, mondjuk olyanokkal nem foglalkozunk, hogy térképfelszabadítás, vagy lássunk azt is valami. Azt akartam kérdezni, hogy térképet néztél. Nem szoktam. Ez jó, akkor csak megyünk bele a nagyvilágba. Persze, ott nézed, 100 epizód ezzel. Ez jó. Ja. Jó fele megyünk. Jó fele megyünk, csak nagyon lassan, aztán azért ilyen fura. Azért ezek nem krazok, meg uralok. Jó, itt van a tó, jó van. Itt lesz a szopás. Figyelj, mert ott nagyon mély a sár középen. Lassan hajnalodik, ma hajnali három van, nem tudom mikor kell a nap. Valaki nézze meg a izébe, telefonján. Szerintem 4-kor. 4 körül, jó van akkor. Már csak úgy mondom, hogyha reálisan gondolkozunk. Volt egy játék, Flight Simulator, nem ismered? Flight Simulator? Aha. Azt hiszem játszottam vele. Ja, ilyen repülős. Aztán annak volt egy része, talán az X, az azt csinálta, ugye, hogy az egész bolygón lehetett repülni különböző repülőgépekkel. És azt, hogyha volt netted, meg eredeti volt a játék, akkor leszette az aktuális időjárás adatokat a világba, és pont olyan időjárás volt ott, ahol repültél, amilyen valóságban. Igen? Aha. Azt ilyen izé volt benne, elég híres ilyen feature. Nekem abban időben nem nagyon volt eredeti játékom. Nekem se egyébként, úgyhogy nem tudtam ezt kipróbálni. Már megvárom Bundit is, hogy jönjön. Mertek csak olyan eredeti játékom volt, amivel senki se játszott. Ja, nekem olyan eredeti játékaim voltak, ami a PC Guruban meg a GameStar-ban volt esetleg. Igen. Nekem is a GameStar volt egy csomó. GameStar, ne is hozzátok elő nekem. Mindig megvoltam hava a... beta verziós vagy demóba. Ó, nyomtam egy pályát, á, de király. Ja, demó, mennyi demót játszottam, végigjátszottam 80-szor a demót. Meglett a játék, akkor meg már azon nem játszottam, mert elhúztam, vagy nem tudom. Na, oké, erre kéne. És itt nagyon fontos, hogy ide bász majd, ahol én állok. És valami nagyon ordinál egy nyélgász nyomsz, hogy átmenj oda majd. Nem, oké, én is egy rettertest. Mert itt könnyen átmegy tenger alatt járóba a project. Látod, hol jöttem ki? Frankon ki is jön. Itt hagyom a pótkocsi segét, hogy itt ide kell izajönned. Egy az. Ifa megy a vízeten. Király. Kicsit összekogozgottad az elejét.
Hát kaptam 11 sérülést. Na, én is kaptam egy kicsit. 5 van összesen, úgyhogy nem olyan veszélyes. Fökelhetne a nap ma már, hogy a roldás egye meg a sötétet. Meg itt van valami böszmemésár, jaj. Első 2 perces videó lesz, gyerekek. Nem valószínű. Hát, de azt sem tudom, mióta megy. Ebben biztosak voltunk. Külön kell volna választani a izét az előző maptól. Á, mindegy. Hát figyeld, még szét lehet vágni. Ja. Nem élőben nyomom. Van, ilyen baj van. Nem kap föl... Beakadtál? Nem kap föl az a picik elég vadajára a hidra. Várjál, megpróbálok megnyomni. Jó király, jó. Bele ne essek a vízbe, vaze. Jó. Jó, egész jól nyomjuk. Pedig aztán ezekkel a gépekkel tényleg retteltes. Nem valami erő gépek. Élőben nem hiszem, hogy valamelyik traktoros nekiállna ennek az útnak. Meglepődni. Vannak olyanok? Biztos. Messze van még amúgy? Még messze, igen. Van üzemanyaghely amúgy a közelben? Ott vagyunk már. Pont itt van egyébként, csak az a baj... 37 literem van. Ott ez nagyon sok. Meg elhúzunk, bevontatunk majd. Megyek, megyek. Jó van, kell a nap is. De ne dudálja, mert Csuni, le kell zugatni. Oké. Okay. Fogadunk? Várjál. Akkor meg lesz a szállok a ludáról. A junior váró indítható és tényleg veszélyes. Nem ugat vezet. Fogd nem? Meg! Ki az? Ki az? Ki az? Ugat! Ugat, hogy ne ugat be. Na bazd meg, ezen a lájtőn, ha felmegy, akkor én izé leszek. Papo vagy, nem tudom. Majd nyomlak közben, meg húzom bundit is. Jó. Na hát akkor meg is... Jó lett, de mert ebbe egy. Szóval itt meg fa, az ritka. Hát ez akkor durva... Akkor meg kéne várnom bundit is, hogy fölhúzzam. Ez durva lesz itt, szerintem. Mert ilyen... Egyetek csak eddig még üzemel. Még nem vagy itt, Olmi. Itt vagyok a hátad mögött. Lassan tolom az ifát. Egész jól megy egyébként. Hát már nyomlak. Ja? Már nyomlak egész. Várjál, csak úgy addig mutatom a képet, hogy te ne legyél rajt, hogy milyen ügyes vagyok. Egyedül. Ja. De szerintem Bundi most megakadt. Most elszóltam magamot. Várjál, akaszd meg Bundit, mert izé. Leállom. Most tett meg a tudóanyja. Ja. Rám tudsz akasztani? Mi van? Ne kell fogadnod neked meg. Mehet? Mehet. Mehet. Te húzod bundit? Magát húzza. Ja, az fasza. Nincs benne a kézi féket? De benn van, hát akkor lehúzott volna. Ja. Hagyja, szerintem ha maradjon így, húzzalak. Mertek. Persze így, aha. Itt kotrok már az ifát, betalvasztottad. Igen, meg tolsz, őt meg húzod, azt jó van. Az jó megnézni a más nézetét is, nézzétek meg náluk is. Hogyha nálam nézitek, mert... Várjál, én jól rágörgőzök, hogy mind a kettő lehessen látni. Király, jó ez, fasza. Azt hiszem, hogy ez jó ez a projekt. De zifa nélkül lehet nem mennénk itt föl. Azt hiszem azért föl lehetne valahogy. Bundi még a videó elején azon borgolódott, hogy jaj de kár, hogy a traktorra nem lehet kettő pótkocsit felakasztani. Jó, de én nem erre a pályára szartam a két kocsit a traktoron. Vágod. Vágom, hát tudom. Van baj. Á, jövök. De azért kivilágosodott. Ja, ránk világosodott, basszus. Még lehet, hogy ránk is sötíterik. Az idő. Egész éjjel mentünk. Hát valószínű.
túlórárba fizetik ezt ma nagyon. Ezt az Istenem fizetének hallod. Amúgy egy kicsit vékonyallom az első kerekét az izének. Az MTZ-nek, nem? Azt tudja, ennél szélesebb szokott lenni, olyan fura, nem bundi? Hát, van többféle acskerra. Ja, lehetne valami szélesebb, azt tudja. Olyan bírsliguminak tűnik ez nagyon. Lehet egy kicsit balonosabb. Hogy pattog a pót? Meg én nekem azt nem tetszik, ahogy beszéltük Bundi, hogy a Sprint Tires-ben, hogy a mi a francnak ez a kör meg ez a glória itt a multiban egymás. Ja, hát ez egy baromság, nem tudom minek az autónál. Simán mutatná, az is jó lenne. Oppa, itt meg ide van, mocsárvilág. Na lassan megyünk. De jó az a nem tézi, még a kardán is forog. Halad, zabálja az üzemanyagot, zabálja. 16 liter. Így azért, hogy húzom is, meg nyomlak is. Na, lökjél meg! Azaz, jó van. Itt ma ketten tudtunk ballod. Jó ez. Én meg benn vagyok az ifalattól. Szerintem jobban ki kéne ereszteni a csörlődöt, már nem foglak tudni áthúzni. Azt már nem tudja így visszafelé, majd leakaszt esetleg, ha vagy gond van. Lefogtam. Ja, fasza. Hát csak azért, hogyha esetleg be akarok én is. Riktig a keményebb helyekre... Tudjalak megrántani, csak az véget. Kimegyek az izére, szárazra. Ide, oldalra. Helyej. Mi folyik ott gyöngyösen? Szerintem mind a ketten benn maradtunk. Várja, nincs közelbe fa? Ott szembe van fa, nem érem el? Te is benn maradtál? Én nagyon benn vagyok. És nem is tudok hátra menni, mert... Megpróbálok elmenni a fáig. Hogy fő ne boruljak. Na van, indul meg. Hallod, puhéd, hogy a hatósugara a körnek, az ja. Oké. Jaj! Jaj, borítsátok az ifád, vagy mit csináltok? Mi a fasz? Várjál, visszacsörlődöm, várjál. Kicsit csúnyán áll. Júj! Ez mi volt? Lepakolta. Lepakoltad. Illetlenül kattintottam. Vissza lehet pakolni? Hát nem. Lepakolta az ifát. Basszus. Viszont én már jövök, mint a bolond. Meghúzzalak? Fogadd, de meghúzlak. Elfogadtam, oké. Okay. Jó. Meg bundit is meg kéne neked meg. Maradjunk így, összeakztok. Nem, három már nem tud. Igen? Úgyhogy megyek. Mondjuk Bundi Menjetek szerintem... Menjetek én még üzemelek. Fára akar menni Bundi szerintem, úgy látom. Jó, megy az neki, mind az őrült. Szerintem ki fogok úgyis hagyni. Figyeld, három rönköm azért maradt. Az jó. Bundi... Megyük a pozitív oldalát. Bundi Mizu? Jövök. Várjál, most nem megyek ám. Ajajaj, stopp. Csak mondom, megnézzük. Szerintem amúgy szaksz azok, hogy én nem jutok addig. Hát akkor elhúzunk. Túljuk, húzzuk. Ja. 8 liter. 8 liter? Várj, akkor rádakasztok, azt húzlak végig, hogyha majd lefogy. Majd fogad... Várj. Csak rádakasztok. Oké. Okay. Jó. Oké. Okay.
Nyomunk egy rettenetest. Hadd menjen. Itt már nem lesz veszélyes. Ledobta a fát, megunta izét. A faoldás. 5 liter. 5 liter? Gondolom, te üresen nem fogyaszt annyit az ipa. Ja. Nem, csak kattintottam, nem tudtam, hogy ott elgél. Kibasztam saját magamban valójában. Ennél nagyobb baj soha ne legyen. Ja. Nem baj, három maradt akkor. Előfordul bárkivel. Mennyi liter? Egy liter. Hát akkor meg tele vagy, hallod? Bazzel keresztbe húzza az izét, pótkocsivat. Kifogytam, de még megy. Az jó. Komolyan nulla liter, de nyomom neki. Jó. Hoppa! Megéreztem az ifa súlyát, azt hiszem. Átmegy rajta, bundi meg. Ez nem lesz jó. Jó. Én nem tudok csinálni semmit. Karamboloztam az ifával. Pont itt a sár. Nem tudsz hátulról nyomni. Kicsit ilyen félreértető. Na. Elvileg. Valami indul. Ajaj. Na igen, ezért problémás a kis üzemanyag tartály. Egy nagy mapom. Várj, megpróbálom, megkerülek. Az a baj. Akkor kihúzom. Feljutok odáig. Húzom én is, csak az a baj, hogy pont emelkedőnek vagyunk. Szerintem föl nem húztak. Visszaugrassak valahol. De nem jó. Kettő nem tud már húzni. De kettő nem lehet húzni, ez is egy passzság. Hát ez is hülyeség. Ha az olyan karaj lenne, össze lehetne fogni. Azt nézem, hogy hol vagyunk. Csak... Vaj, mi ez a térkép? Tudod, hogy lehetne? Följebb megyek. Kicsit húzunk följebb, aztán... Vagy tudsz jönni? Várj, nem, azt csinálom, hogy följebb megyek. Megfogom, és hosszabban azt... kötsz rá. Hosszabban azt csörlőzök. Ja. Ha most komolyan el akartok addig rángatni? Nem messze van. Elhúzlak. Mondjuk károd nem lehet rá, hogy elő, hátul rá van akasztani, és előre is rá lehetne akasztani, az azért jó volna. Tudnánk egymásnak így fölhúzni. Ó, nem fogjuk, túl nehéz az ifa. Nem húztat. Meg sem mozdul, meg főleg pont part van. Melyik, ha még telél a rakomán volna, akkor meg sem húznak. Nem fazol. Várjatok, lefogom itt fönn a kocsit, ezt te visszamegyek mögé. Én meg arra gondoltam, az lett volna jó, hogy lehet, hogy a kocsit fel lehet rá akasztani. Az ifára. Aztán úgy húzni, hogy ő húzza a kocsit. Az se egy rossz ötlet. Húzzuk föl, vagy valahogy... Ja, akkor idáig felhúzzuk a... Ja, eddig fölmakizzuk valahogy. Igazán, az a bal... kocsim? Repül a kocsit, mit csinál? Majdnem legurult vissza. Komolyan. Ja, de nem, egymás kocsiját nem lehet fölvenni. Ja. Nem lehet, mert én nem is látom a te kocsidat például. Ja. Hát minden visszaugorja, garázsba hoztam. Ja. Még egy kicsit küzdünk veled, aztán ha nem sikerül, ja, akkor meg ennyi volt. Ne dudáljál, mert a gulé van ezt ugatni. Basz! Most meg ugat a kutya. Ki volt az, aki dudált? Hallatszott is.
Ki volt az, aki dudált vaza? Azt sem tudom, hogy... Nem meritek megmondani, mi? Én voltam. Én biztos nem, mert nem tudom, hogy... Te húzod? Húzom, vár. Megpróbálom tóni. Meg a tóni. Egyik előről, másik hátulról. Na, erre, oké. Okay. De azért az úgy korrekt, hogy ketten vattuk olyan nagyobb, mint én. Tudom. Ugye megyek. Löködöm. Hátrafele megyünk amúgy kétek. Igen? Pedig én mindent megteszek, hogy ne menjen hátra. Ez így rossz félreérhető amúgy. Bundi, kösd rá, mert rossz felején megyünk. Ja, már nem is. Észre sem vettem, hogy már küldted a meghívást. Csörlőre. Ma arra háromszor is. Azt hiszem, hogy kétszer. Elfoglalt az, ahogy éperítem, toszogat engemet. Izé kellett volna. Homlokrakodó, megemeltem volna kicsit a hátulját. És viszed. Viszintelek volna, ja. Oldalról fölkapsz, most mész. Hátulról megvan, úgyis a súly. Föl nem borul. Szerintem simán a... Nem csörlőzni, csak húzna, úgyis menne, mert képer meg tol hátulról. Jaj, várjatok, már maradtam itt a rifa meg a pótkocsim között. Mondanám, hogy odébb megyek, csak nem. Vedd fel a pótkocsidat, aztán húzd úgy, én meg akkor tolom. Meg közben felveszem az én pótkocsimat is. Közben azért bekapcsoljam a kéziféket. Ja, ne jobban fel, vissza löksz. Hey, enyém, meg nem volt bekapcsolva, elkezdett gurulni a gép. Ja, azt sem lehet csinálni. Bazza, de jobb első nézete van ennek az MTZ-nek. Ez hogy is vártad? M? Vagy V? Nem, ezért rá kell kattintani, van egy ilyen kameraikon, hogyha... Ja. Ó, az... Bagyi. Ennek nem is belső, ennek tetőnézete van. Tetőnézet. Ez na, mi? Na várjál, hogy... De most hogyan megyek ki ebből? Megvan. Felkérésre, hogy adja neked a rakományt, ilyen. Nem tudom, mi volt. Hajd, de szar lett most a nézetem. Nyomja egyes gombot. Hanke. Na, padlógáz. Várj, Bundi még próbál akasztani, nem? Vagy mit? Kézifék ezek amúgy. Úgyhogy kimehetsz meg őle. Húzkod a vitt össze-vissza a kocsival. Miért? Körlőbe, mert még nem találtam odara. Árnyékát látom, hogy valamit csinálsz vele. Röpteted meg ilyenek. Most nem fogsz tudni föltolni, mert kézifékem vagyok. Eléd megyek akkor, amíg Bundi éve küzd. Bizony, de ott már visszagartam volna a garázsban, most ide érek. Az nem kihívás. Föl nem visztek odáig, az tuti. Na végre. Na mi a helyzet? Hogyan legyünk? Hát mindjárt, akkor följebb húzom egy picit, aztán átkapsz rá, jó? Simán, hogyha csak mész előre, hogy nem bírod. Jó lesz az, csak a Bundi fog téged húzni. Na, te megnyomni? Hát igen, ha kell. Na. Ha kihúzlak ebből a izéből, ebből a gödörből, akkor már egyenesre. Jó? Mi a tanulság? Ifával többször kutakulni. Kellett volna hozni egy izépótot. Van ilyen utility, amiben fér a üzemanyag, azt lehet tankolni menet közben. Kihúzom egyenesre, jó? Teljesen, aztán akkor ott fel tudsz rá akasztani, Bundi. Már nem olyan... Csak jó lendületbe kéne lennünk, hogy evigyük. Most jelenleg nem vagyok nagyon sárba se, úgyhogy szerintem, hogy én el tudtam vinni. Megyek is én meg a fotomért.
Egy készíték ezek, nehogy hátra menjek. Az lesz a probléma, hogyha ezért borulni kezdek, mert meg nem állítatok. Meg vagyok. Mehetünk. Illan. Várom a csörlőt. Azért kormányzok, jó? Az jó. Ez hasznos. Szerintem hagyd egy kis távolságot, ha valami a tudjál rántotni rajtam. Meg még húzni esetleg, hogyha kéne. Ez a szifa, ez baromi nehéz. Hát úgy nézem én is. Hát dupla póttan már negyedre úton kifolyott volna üzemanyag. Ezen a dombon nem fogjuk tudni felhúzni, állítom. Szerintem menjél előrébb és csatlakozzál rám újra. Aztán ha valami van, akkor tudsz rántani. Hát ameddig megy, addig megy. Nincs vele gond. Még idáig válszolom le, jó öregám tézi. Nekem mindjárt itt a kicsúszik egyik rönt, keeper ablaká bedönti. Egy emberre kevesebb. Jaj, more! Teátatlan ifa. Kellett volna hozni egy karna benzint vagy valamit. Nem lett volna rossz nap. Kanyarodj jobbra. Forgasd a kormányt úgy. Előz az ifa, bazd. Előz az ifa. Aja. Megtolak bundi. Bazza, miért mentem? Még rá se tudom magamhoz valamire. Miért mentem én beléd? Érdekes. A multi valami érdekességeket néha csinál. Hát nálom most mit látni? Azt, hogy telibe átmész rajta. Igen, én is azt látom. Ez, hogy a túróba csináljuk ezt, hogy átmegyünk egymáson. Néha meg neki megy. És átmentem a bundin. Ez elég érdekes. Érdekes volt. Meg az is elég érdekes, mert az apakottan himbálódzik. Várjál, följebb húzlak téged bundi. Utána meg megcsörlőzed a izét. Ja, te szólóba föl is jöttél volna, gondolom. Aha. Nem az útban, ja, látom. Te fiú, én kurva hosszú ám. Én mondtam, hogy többletítónál mennem a garázsig. Ja, de nem az ipártozott. Nem kézét húzza magához. Ah, van egy ötletem. Kb. Ez egy óra lesz, mire oda visznek. Mindjárt jövök. Hozol bővítményt. Elviszem a izét. Az árut. Hát legalább... túl egyszerű lett volna valahol, a fél utra raktunk volna ki egy tanker benyám. Ja. Elviszem az árut a picsába, azt visszajövök, vagy nem tudom mit csinálják. Az a baj, nincs felszabadítva egy jármű se, tudod? Várjál! Igen? Nekem egy van. Hát
üljek abba. Elfogod a csörlőd, vagy mi legyen? Ne ülj át, mert... Ne? Az már kurva messze van, aha. Mindjárt elmentem én külön utakon, legalább érdekes lesz megnézni a... mindenki nézetét, hogy... elviszem gyorsan a fát, az visszajövök szólóba. Legalább ezt az egyik izé pótkocsit, hogy megszabadulunk. Mindjárt ott vagyok. Mondjuk lehet, hogy pót nélkül végig tudsz ráncigatni. Ja, mert ez a pót az... bazd meg olyan, mint valami aká. Mad Max-be azt sajnálom, nincsen multi vagy valami. Hú, az de király volna. Abbasztal lehet őrjöngeni. Az biztos, hallod, ketten bemenni egy ilyen bázisra szétverni mindenkit, meg ilyesmi. Lehetne vele szórakozni. Lehetne takarozni. Meg autókkal csapatni. Meg hogy a harivas nincs benn, mert az úgy tudom nincs, ugye? A izé, a kamion. Én szerintem ezt a videót lehet, nem tudom. Akár két vízben nem jó könyvni. Jó, az kell. Igen, hosszú lett, az biztos. Hát én nekem kb... talán mire hazaérek, munkából fönn lesz. Jó, nekem is. Na itt vagyok az aszfaltos úton már, hogy rohadjon meg. Egy bundi azért elég jól elráncigat. Igen? Akkor fasza. Lassan, de biztosan haladunk. Még idáig araszolunk. Hát ha fönn lenne rajtad a fa, lehet meg sem mozdítanánk ma. Hát, így is van három rönk. Nekem mennyi pinget mutat amúgy? Nekem sem ennyit, mert nekem ugye izé. De úgyhogy ennyi mint. A tiéd? Nem sok, 120 meg ilyenek. Aha. De valam 67, 51, 74, ja. 99, bundi 48, 48 körül van, aha. Nálam a bundi 200. Igen. Ja, bundi most, ja tényleg a bundi 150, tiéd 850 meg ilyen. Hát tiéd az a 50-70 között tartsa. Melyik az enyém? Aha. Mondjuk 50 körül az egész kellemes. Én. Amikor, néha így felugrik. Amikor van sok száz, akkor vannak bajok. Hát, Bondi most 400-on volt előtt. Hát ez az átok erre felé. De amúgy nem izé. Azért, mert megy neki a pornó letöltés. Kecske pornó. Gyógy, gyógy. Kecske hát, ha most menne nekem is az izé a iCloud feltöltést, szerintem ilyen 1000 körül volnák. Azért, mert felé köcsébe rakasszon az összes net. Igen, az baj. Bár aztán megmondod, hogy mennyit fizetsz hány megás netérő csém, aztán sírba fakad valaki. Várjál. Van 12 megás netem. Feltöltés 2 megapercek. Júj, akkor te sem nagyon büszkéket. Hát, a letöltés most nem tudom, hogy hát 12 megáról van eredetileg, de 1,5 megát. Bír max. Azt is csak 10 gigáig. Te, bátor ember voltál neki átalájvozni ezzel az internette. 7-20-ba ilyen... még akár a Dying Light is le tudom szépen live-ozni. Csak az a baj, 7-20-ba tudod? Elkezdenek hamar réni, hogy miért 7-20. Hát tudom, azért inkább vagyok úgy a live-ot. És inkább 1080-ba feltöltöm. Én is azért inkább izélem, fölveszem, mert lekiállok live-ozni, elkezd lagolni, és írják, hogy lag, de hát ha nem tudok vele mit csinálni, nekem azt írhatják azt is, hogy az öreganyám térde kalács, akkor se tudok vele mit csinálni, érted? Hát nekem, márja, melyikkora bitrátában be van állítva? 1006. Aha, nekem 2-5-ön szokott menni, 2005-ön. Az 720-ra az tökéletes amúgy. Csak akkor meg azért, hát ilyen hogy... Seven Days meg Farmingot live-oltam, de azt problémamentesen. Ja, de 720-ért azt nem viselnék ám el. Mármint jó most, hogyha sokan vannak már, akkor most
itt tudom, van 200 ember, lehet, hogy 30 azt mondja, jó, kösz, mi az a 720p? Ja. Gunni, ne próbáljam húzni szólóba, hát ha jobban viszi ez. Nem, tök elhúz, vonszolom elvileg. Neked tök szerintem mindegy. Cseréljétek. Megpróbálom, jobban hát ha jobban szerintem. Viszi ez a rémálom. Így. Várjál, leakasztom akkor. De nem biztos amúgy. Ó. Viszi ez mind az őrült. Gyarokok egy rettenetest, lefulladt. Vissza, ez, rugós az a kötél, vaza, visszahúz. Tapaszkodj! Megnézném, hogy hamar hogy viszi. Mint ha magamtól mennék. Hát mindjárt elfogy azért, a lendület. Azért azt veszük le a kalappa FTZ előtt. Menjél jobbra, jobbra bundi a vízbe végig. Úgy. Mondtam, hogy ránk fog este ledni. Basza, hány órája játszunk? Szerintem aztán több mint kettő lesz. Ne, ez nagyon hosszú ez, bazza. Ezt nem nézi meg majd senki. Az biztos. Meglátják, hogy két órás, na jó van, kösz. Ha. Vagy a szokásos videónézés, hogy jó, 10 percekre beleugrunk, megnézzük, mi a fejlődött. Ja, igen. Most meg már le kell menni most. Előleg arra, én mint bundi. Én mondjuk annak nem értem a értelmét. Hogy? Ha már nézek egy videót, akkor nézem meg végig. Rendesen. Ja, csak az a baj, az tényleg hosszú lett ezt. Baze, le a kalappa, aki itt van még. Aztán az aszfalton vagy, bundi? Odaértél? Azt sem tudom, hova megyek. Ma előleg kiérsz majd egy aszfaltos részre. Éha. Várjál, most ki húz ki? Nem tudom. Van baj. Próbálja meg Sungbu megrántani? Várjál, hol? Ha? Nem jó ez a dolog. Próbálok játszani a kerékkel. Megpróbálom izével, lendületből. Kigyorsítok. Na? Nem? Hát ez a felejtős lesz. Az a domb. Maradok akkor éjszakázni. Vajon, visszalöklek. Mondom, visszalöklek. Nincs kéz még amúgy. Várjál, nem tudok ráakasztani egyik fára? Kihúzom magam? Szerintem nem tudsz, hogyha izé, ha nincs üzemanyag, én úgy emlékszem. Igen? Há, ez felejtős így. Szerintem adjuk föl basszus, mert 3 órás videó lesz ma a végén. Jó van, le szerintem lehagyja bundinos, annyi lesz. Ja. Hát igen, én megpróbálom, hát ha ráakasztom magamot valamire. Na! Aj. Nem kellett. Vagy már majdnem rányomtam a X-re. Jaj, de jó. Na mi helyzet, kacok? Gyűvünk, gyűvünk. Megindult a masina. De már nekem is 61 liter üzemanyagom van. Nekem 116. És 4554 métert mentem ma. 3700. Mint a bolygó hollandi járunk. Ez akárki fogja szerintem nézni, az sírni fog a röhögisti. Hát. Ezek állatok mit csinálni? Humban már bazza az aszfaltos út emberek. Ez hát, nem erre jöttem. Bundi, egyenesen kövéig menni az úton itt? Igen, aztán lejobbra az aszfaltra. Azt, ha nem mertem, nem merek ránézni a térképre, mert elvesztjük a lendületet. Jó. Van itt jó nagy vargányák vannak. Gomba. Na mindjárt ott vagyunk, nem? Aha. Mondi, ma itt idél. Csavingálózik. Most fogok benragadni, figyeld meg, csár. Micsoda?
Kijönök az aszfaltra. Megpróbálok ide kijönni, na annyira menjek bele a sárba. Hoppa, elengedted. Vaze. Jó sejtettem. Vagyol? Itt vagyok, na. Elengedted a izét, madzagomat. Én engedtem el, szerintem elszak... Elszakad, nem a hallod olyan négy. Hát nekem azt írt, hogy engedted el mondani. Komolyan? Úgyhogy szerintem elszakítottuk. Vagy lehet, hogy akkor tényleg rákatintottam volna, nem tűnt föl. Mert nekem ki van nyomva most a egér, tudod? Aha, lehet, hogy akkor én pont amikor fordultam, pont oda kattintottam, lehet. Én csak itt a nézettel játszok, hogy látszódjunk mindenki. Ja. Na, azért jó van, beért mindenki. Igaz, fát nem hoztál? Jó, nem baj. Dehogy is nem. Van rajta három. Ja. De azt nem lehet visszarakni, úgyhogy így rákattint, tudod? Rákattint és a zöldre megint. Vagy... Megvan az, hogy hány darabnak meg kell lennie. Ja. Megint elszakadt. De hogy a picsa, hallod? Nem kattintottam rá pedig eskü. Hogy a fasz? Egyet se láttam még. Na, kabin tetejére kötöttem. Én azt akartam kérdezni, hol a francba kötöttem. Kabin tetejére még izgalmas legyen. Keresztbe húzza a izét. Nem szép, mikor fölborít. De mondjuk az lesz a vicces, hogy izé, jó, ha nem tudom leadni és üléslegesen húzzatok. Szerintem most persze azt nem lehet, az nincs rajtad elvileg. Szerintem. Elvileg úgy mutat, hogy rajtam van. Ja, hát igen, de nem rakományként szerintem. Na mi a nagy helyzet? Mindjárt berangatjuk. Talán. Jaj, yeah. Még egy kicsit. Jó, minden van. Nem, járművet semmilyen rakomát nem szállít. Tudod, a két kerékre látok. Figyeld, szemtézi. Jó van. Ez volt epic befejezés. Ja, fölborult. Ja, ez itt a végére pont Franco. Kormány tekergethetem, Franco. Na jó van, gyerekek. Köszönöm szépen, akik itt voltak, akik kitartottak. Jók legyetek, csá és csá bundi és csá droid. Szevasztok, üdv mindenkinek, pacsi nektek. Csá.